Az Egyesült Államok kutatói Weill Cornell Medicine egy olyan terméket teszteltek, amely leállíthatja a férfi sejtek mozgásáért felelős enzimet. Egy új, kifejlesztett gyógyszer kísérleti egerek kémsejtjeit egy órán belül alkuban készítette. Majd annak hatása egy nap meghaladta a Science Alert Nature Communications oszlopokról szóló újonnan közzétett tanulmányt. Valószínűleg évek óta vagyunk az évek során, a gyógyszert emberekre próbálják. De a férfi fogamzásgátló gyógyszer eddig biztató. Az utóbbi években egyre több kutatás foglalkozott férfi fogamzásgátlással. De jelenleg csak két megoldás van hatékonynak. Az óvszer és a vazektómia használata, azaz sperma. Korábban ezt területet kevésbé vizsgálták. Mivel azt hitték, hogy férfiaknak sokkal nagyobb mellékhatások kockázata, és gyógyszeripar nem foglalkozott túl sokat kérdéssel, jelenleg nőkre gyakorolt fogamzásgátlás. Minden terhe. Pixabay, vitákutatók az úgynevezett szolúbilis adenilciklázenzimre összpontosítottak, amely a spermasejtek bekapcsoló gombjaként működik. Különböző vizsgálatok során kimutatták, hogy a 30-60 perc alatt alkalmazott vegyület a hím sejteket képessé teszi. A vegyület az első két órában 100%-ban hatékony volt, az egerek ismét normálisan mozogtak. A kutatók célja egy nem hormonális táblagép kidolgozása, amely kevesebb, mint 60 perc alatt működik, és 6-12 órán keresztül marad hatékony. Ez nagyon különbözik a többi hormonalapú géltől, amelyet hetekről hónapokra is lehet fejleszteni. Az emberek elkezdenek megvizsgálni a férfiak számára kifejlesztett fogamzásgátló tablettákat is. A GPHR-529 vegyületet a Minnesota Egyetem fejlesztette ki. Azt állítják, hogy ez egereknél működött. A szakértők remélik, hogy 8 év alatt képesek lesznek forgalomba hozni.